Szerinted egy dual monitor setup túlzás? Ebben a videóban kivesézzük, hogy kinek éri meg, és bemutatom, hogy szerintem melyik az egyik legjobb árértékarányú kombináció. Amúgy a döntés nehezebb, mint hinnénk, én évekig hezitáltam konkrétan, amíg rászántam magam egy ilyen dual setupra. Hogy miért tartott eddig, az kiderül a videóból, szóval mindenkit nézd végig, hiszen megsporolom neked azt a hosszas gondolkodást és jó pár tippet adok. Kezdjük is el, de előtte intro. Üdv a 2023-as Home Office Setup videósorozatomban. Ma monitorokról lesz szó. Igen, többes számban, ugyanis a BenQ kreatív monitorjait használom, a PD3220U-t és a PD2725U-t. Egyik simán horizontális, a másik pedig vertikális. És imádom. Nem is gondoltam volna, hogy mennyire. Mielőtt jobban belemélyedünk, ha nem találkoztunk volna, még el kell mondanom, hogy én otthonról dolgozom és jó részt kreatív munkát végzek. Ez annyiban fontos, hogy szükségem van nagy képernyőre és több térre, ami egyszerűen jobb rendszerezést ad. Ezáltal pedig egyszerűen produktívabb és kreatívabb leszek. Tehát ez a setup azoknak lehet hasznos, akik sok ablak között váltogatnak, vagy egy adott programban sok kezelőfelület elviszi a monitor markáns részét. Kik ezek? Beszélhetünk akár olyan irodai munkáról, mint pénzügy vagy marketing, ahol sok Excel ablak van megnyitva, vagy böngészők, PowerPoint, Word, e-mail kliens, és még sorolhatnám is. A kreatív fronton pedig mondjuk Photoshop, Lightroom, vagy valamilyen videóvágó, tudod, mint Premiere, Final Cut Pro, vagy DaVinci Resolve. A nagyobb monitorról, a PD3220U-ról van egy dedikált bemutatóm, amit majd linkelek a videó végén, úgyhogy most beszéljük át a PD2725U-t. Ez is egy 4K monitor, amit akár Thunderbolt 3-mal, DisplayPort-tal vagy HDMI-vel is csatlakoztathatunk a gépünkhöz. Portok tekintetében amúgy eléggé el vagyunk kényeztetve, ugyanis az előbb említetteken felül kapunk még 2 Thunderbolt 3 portot, ami ugye USB-C-s szabvány, és 65 watt és 15 wattot képes átadni az eszközeinknek. Ez azért fontos, mert simán tölti a 16-szoros MacBook Pro-m, de a többi perifériámnak is elég áramot biztosít. Van még 3 darab USB 3.1-es portunk is, és egy kis jack a hangnak, de nekem dedikált hangkártyám van ilyen audio interfészem, úgyhogy azt nem használom. Amúgy azért is király, hogy ugyanolyan márkájú monitorokat használok, mert pontosan ugyanazt a színt látom. A BenQ PD széria esetében ez pedig hihetetlenül pontos, ezt az AQ Color technológiának köszönhetően, ami által olyan pontosan jelennek meg a színek, mint ahogyan azokat tervezték. A BenQ PD széria már gyárilag is elég jól van kalibrálva, persze minden monitort kalibrálnak, de nem igazán találunk Kalman Verified és Pantone Validated tanúsítmánnyal rendelkező monitorokat, ami konkrétan azt jelenti, hogy 100%-os sRGB és REC 709 és 95%-os DCI-P3 színlefedettséget kapunk. Ha pedig a portoknál nem lett volna egyértelmű, ezek a monitorok teljesen Mac-kompatibilisek. Egy dolog, amit meg nagyon-nagyon imádok, hogy a Daisy Chain-nek köszönhetően akár 3-4K-s monitort is tudunk csatlakoztatni 4K felbontásban, ahogy mondtam, Thunderbolt 3 technológiával. Ugye én is a MacBook Pro-mmal használom, de színek kapcsán van konkrétan egy M-Book színprofil, ami kvázi a gyári Mac-es színeket adja vissza a monitorokon. Ezeket pedig egy külön kis perifériával, az úgynevezett Hotkey Pack G2-vel is változtathatjuk, ha nem akarunk a monitor hátulján lévő gombokkal bajlódni. Ezt mondjuk én nem használom, mert egyszer beállítom, és ugyanabban a funkcióban hagyom. De
olyanoknak például, akik nyomdai munkát végeznek, ez nagyon hasznos tud lenni. Nem csak leegyszerűsíti a különböző színmódok közötti váltogatást, de van egy osztott funkció is, ami a képernyőt két színmódra osztja fel középen. Tehát láthatjuk, hogy mi a különbség. A specifikációkat tantaknak néhány fontos részlet még, Display HDR 400, 1200 az 1-hez kontrasztarány, maximum fényerő 250, HDR-ben pedig 400, 10 bites IPS panel, 5 millisekundumos válaszidő. Ezek nagyon durva adatok, főleg a 10 bit és a HDR miatt, és ha nem napfénnyel szemben használjuk, akkor bőven elég a fényereje. Persze az 5 millisekes reakcióidő meg a 60 Hz-es képfrissítés miatt játékra nem a legjobb, de nem is arra való. Még egy fontos info, hogy VESA rögzítése a 100x100-as, ami szabvány, én is így használom. Ha tetszik a specifikáció és a setupom, mutasd meg azzal kérlek, hogy nyomsz egy lájkot. De most pedig beszéljünk a BenQ Screenbar Halo-ról, vagy Halo. Nagyon egyszerű hasznot biztosít. Bármilyen fényviszony mellett tökéletesen látjuk a munkafelületünket. És nem utolsó sorban amúgy nem terheljük a szemünket sem. Három mód közül választhatunk, az első és a hátsó fényforrásnak köszönhetően, vagy csak az első fényt, vagy csak a hátsó fényt, vagy a kettőt együtt, amit általában én így is használom, a kettőt együtt, mivel így ad egy jó egyensúlyt a monitor előtti és a monitor mögötti tér megvilágítására. Pont olyan erős, mint amire szükségünk van, ami 6,5 wattot, azaz 500 luxot, jelent. Az erősséget persze mi is beállíthatjuk a dimmelhetőségének köszönhetően, de van benne egy fényérzékelő, ami automatikusan változtatja az erősséget, és elég jól működik, én így mindig autómódban hagyom, és teljesen rendben van. Amúgy nem csupán a fényerőt, de a színhőmérsékletet is lehet változtatni. Ez pedig a hideg 2700 Kelvintől a napfénynél is melegebb 6500 Kelvinig terjed. Itt hadd ventiláljak egy félelmemen, ami tökéletesen felesleges volt. Elég sok videót néztem meg a Screenbar Halo-ról, és mindig az járt a fejemben, hogy a fenében nem tükröződik a fény a monitoron. De egyszerűen olyan zseniális a kialakítása, hogy semmilyen szinten nem jelenik meg a monitoron. Szóval ennyit erről. Kapunk hozzá egy vezeték nélküli kontrollert, amin mindazt, amit elmondtam, be tudjuk állítani, és persze ki is be tudjuk kapcsolni az eszközt. Mindkettő elég királyul néz ki szerintem, és már csak a design miatt is hozzáad a home office-omhoz. Egyszerre minimalista és tökéletesen helyezhető rá a monitorra, de amúgy még ívelt monitorokra is. Overkill? Talán igen, de imádom és úgy érzem, hogy simán ad annyit a produktivitásomhoz, hogy megtérül a befektetés. Én akár írással, kutatással foglalkozom éppen, vagy amikor videót editálok, rengeteget ad, hogy egy másik képernyőre ki tudok tenni bizonyos dolgokat. Vegyünk két példát. A mindennapi feladatokban tökéletes a 32 colos monitor, három nagy, egymás mellett lévő ablak kezelése simán megy. Ez általában egy vagy két böngésző, egy Word vagy Notion és mondjuk a Keynote. A 27-es monitoron pedig vertikálisan, tökéletesen elhelyezhető három sávban a Spark e-mailezős appom, a naptáram és mondjuk a Spotify. Ha pedig videót vágok, akkor a főmonitoron vágok, ami jelenti a videó főképét és a timeline-t, a másodikra pedig kihelyezem a fájlokat és mondjuk egy Finder ablakot, meg Safari-t. De ha néha mondjuk a videónézést teszem ki a vertikálisra, akkor pont középre helyezi, amit mondjuk egy multikamerás vágásnál nagyon szeretek. De a legnagyobb előnye akkor jön elő, amikor a hangeffekteket teszem bele. Akkor az egész ablakot csak úgy áthúzom vertikálisba, egyedül a fájlböngészőt hagyom a főképernyőn, így egyrészről elég nagyban látom magát a videót is, de az összes hangsáv megjelenik.
ez sokszor 15-20 vagy akár több sáv is, és végre nem kell így scrollozgatnom fel és alá, és elég nagyban látom magát a videót is. Imádom! Neked mi a véleményed ezekről a felhasználásokról? Te hogy használnád? Kérlek, írd le a véleményed a komment szekcióban, és kezdjünk el beszélgetni. A nap végén pedig minden eszközömre úgy tekintek, hogy ad-e akkora segítséget, amivel többet, jobban vagy gyorsabban tudok elérni. Itt határozottan igen a válasz számomra. Ezzel pedig el is értünk az új dual monitoros setupom bemutatásának a végére. Tényleg érdekel, hogy mi a véleményed, úgyhogy folytassuk a komment szekcióban. De mielőtt elköszönünk, gyorsan az árakról. A BenQ PD3220U jelenleg 500 000 forint, a PD2725U pedig 390 000 forint, a Screenbar Halo pedig 55 000 forintba kerül. Ha érdekel a dedikált bemutató 32 szolos verzióról, akkor klikkelj ide. A videóban külön megmutatom, hogy hogyan kalibráltam be a saját igényeim szerint. Ha pedig nem láttad a Home Office Studio bemutató videómat, akár az ideit, akár a tavait, mindenképpen nézd meg, mert jó pár tippet adok, ami szerintem jól fog jönni. De döntsd el te! Klikk! Nézd meg! Köszi, hogy itt voltál, ne felejts el feliratkozni a csengővel együtt, remélem találkozunk a következő videóban, mondjuk ezekbe, ugye, klik, klik, szia, sziasztok!